Hát nem mondom azt, hogy el vagyunk ájulva ugye a játéktól, izgalmas és szoros a mérkőzés. De hát azok a nagy dolgok, azok a nagyon nagy káprázatok, igen, nincsenek. Nagy káprázatok nincsenek, azok a hibázott 9-9-as még nem láttam. Meg persze még változhat a mérkőzés képe, főleg annak fényében, hogy most az egyenlítésért Michael Smith fog kezdeni. És milyen jól kezdi. Száznegyvenes, mert sajnos a második nyílf nem volt benne a tripla húszban. Jó, a folytatása is Smithnek. Na, most azért nyomják az átlagot föl rendesen az ilyen körökkel. 63. Lerakja magát, legalább kiszállóra, ha már triplát nem sikerült dobni, de Gary Anderson hátsó pályáról előbb érhet le. Azért kedvezőbb. Ajjaj, elment sajnos az ötösbe, bezzeg a másodikkal, megvan a tripla 20. Na de nézzük, megoldja a 127-et Gary Anderson hátsó pályán. Jól indít. És bedobja a fult! 9-7 nem engedte Smith-t, hogy egyenlítsen. Nem ám, és ő fog kezdeni, és visszaállíthatja a három leges különbséget. Egy nagyon jó kezdte ezt a leget Michael Smith. Száz! 80! Gyönyörűen a harmadik befért a kettő közé. Hopp, az átcsúszott az egyesbe. De kár érte, mert ott is jött volna egy 180-as. Nézzük a folytatást, az fölötte, de még behúzhatja a kettő triplába. Meg is teszi, 140 éppen hogy. Itt látszik ilyenkor, hogy millimétereken múlik, hogy 60-at dob az ember, vagy 15-öt. Tényleg ott a drót másik oldala már 45 ponttal kevesebbet ér. 181. Az egy gonosz szomszéd ott. Az is. Balra is, a jobb oldali az még gonoszabb, igen. Laknak. Azokra nem érdemes próbálkozni. Tessék, ez is. 47-re. Hetes megvan, és egy újabb break leg. Dupla 10. Bedobja! 3 break leg zsinórban. 80 leg Michael, you throw first. Game on. Ez még egyáltalán lefutva, nincs, akármennyire bizony, is elhúzott itt az elején Gary Anderson. És megint jó kezdi saját leget Smith. Hát ez viszont nem mondható el Gary Andersonra. Egy tripla azért valahogy összejött. Száznegyven, ez is nagyon jól játszik most Smith. De Gary is belehúz, 177. Nagyon ott van a nyakán, de jó, próbálja leg újra visszavenni. Na, ezt az előbb Anderson megdobta a bullal. Oh, a drótot érintette kívülről. Azt a mindenit, közel volt. Itt meg már nincs kiszálló bizony. Ahogy azt jelzi is Anderson fejmozdulata. És na, itt az óriási esély az egyenlítésre. Ötös megvan, dupla 10. Ó, ha te messze van. Most van meg. Bedobja. 9-9, most éri be Gary Anderson, Michael Smith. És itt nagyon nem lesz mindegy, hogy hogy mennek el az utolsó szünetre majd, hiszen utána már ugye nem, azt hiszem nincsen szünet, ha jól emlékszem. 5, akkor 10, itt 10, se 10, raknak 20, be, a 25. után sem raknak be, ha jól rémlik, tehát onnantól már végig fognak menni. És
És jó kezdett Anderson, rossz volt a válasz rá, de viszont most megint dob egy triplamentes kört Gary Anderson. Így aztán Smith beérheti őt mondjuk egy 180-nal. 140 se rossz. 8-4 egyébként a 180-ak aránya Smith javára. Most már 101 fölött van az első 9 nyilasa Michael Smithnek. Az a 18 és fél pluszos 180-as, az nagyon közel van. Hát az meg lehet még, de azért nem feltétlenül. Én mindig azt mondom, hogy sokkal jobb három darab 140, mint egy 180 egy legyen belül. 180! De ez most nagyon jól jött, az, hogy lemenjen 28-ra. Mennyit mondott már? 25-öt azt hiszem, ő annyit jósolt. És bedobja szépen a 21. nyillal a 10. dupláját. Na nézzük, Smith tud-e rá válaszolni egy jó leggel, ez 30-öttel. Most azért nézd már meg, Lajos, hogy mennyi az átlag a Smithnek, mert szerintem fölnyomta rendesen. 93 még csak a pont átlaga, de 101,1 az első 9-es, az jelentőset javult, itt van 93 fölött van picivel. De viszont Gary Anderson közelíti a 100-at. Igen. A kiszálló a nagy különbség. 48% és 35% Gary Anderson javára. A 123, az nagyon fájhatott, mert kiszálló lehetett volna 170-re. Így viszont Anderson lehet előbb kiszállón, ha megdobja a 180-at, akkor nagyon erős, de így sem gyenge, a 128-as kiszálló lehet. Hát most le kell menni 100 alá mindenféleképpen Smithnek. Hát most már az ötödik körbe ki kell szállnia. Az most már meg is van. És most még kérdés, hogy rádobhat-e egyáltalán. Mert megvan az egyik 54. A másik is, és a dupla 10. Bedobja Gary Anderson! Nincs egyenlítés. Azt a mindeni, dob egy 4 köröst hátsó pályáról, mert tudta, hogy az nagyon fog fájni Smithnek. Főleg így, hogy dobott egy nagyon rossz kört Smith a második körben, 56-ot. 11-9-re vezet tehát Gary Anderson, és még azért egyet kortyol Michael Smith, és aztán megy le a színpadról, és mi is tartunk szünetet most is.